Szevasztok, Szesi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy régi kedvencemet fogom bemutatni, ami nem más, mint a The Witcher, ami pozitívumot már az elején el tudok mondani. Nem külön kell magyarosítani a játékot, alapból szinkronos, ami igazándiból kurva jó, mert az angol tudásom nem éppen a 100%-os, és így nincsenek benne olyan problémáim, hogy valamit ne értenék meg, úgyhogy nem is nagyon kertelek, nekiállok bemutatni, hát igazándiból... Hát akkor maradunk normálon. Azt mondja, hogy egér használatát előtérbe helyező, könnyen irányítható, azt mondja, hogy alkalmi játékosoknak ajánlott, igen. Maradunk a billentyűzet egér kombinációnál. A Witchernek igazándiból egy nagyon penge sztoria van, annyiról szó, hogy valami szörnyű vadászt játszunk, aki egy ilyen furcsa mutációval él, pontosan nem is tudom, Kaer Morhen külső terület, és akkor mindenféle ilyen szírszar dögöt kell megölnünk. Ezt tudom igazándiból, több minden nem nagyon rémlik, viszont hogyha minden stimmel, akkor kapunk most egy tuti kis intrót, ami úgy nagyjából mindent el fog mondani. Hát remélem valamennyire azért hallható lesz, mert vissza kellett vennem a hangerőt, ugyanis nekem nagyon-nagyon ordított. Ha meg lehalkítom, úgy igazániból fogalmam nincs, hogy hogyan áll a hangerő. Híde viszket a fülem, hát ez tiszta gáz. Na, nézzük. Valaminek itt történik. Ó, azt a kurva! Ma pardon. Az északi királyságok 5 évig nyalogatták a sebeiket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított. Tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. El tudom képzelni a törpharcot. Az utakat és a korábbi csatát... Menjünk inni! A városokban és falvakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a Witcherekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború után. Ja, igen, azért itt el is mondták, hogy azért nem mostanában történt a játék. Tehát azért a Witcherek nem mostanában éltek. 1270? Nekem azért ez az 1500-as évek rémlet. Lehet, hogy ez már a 2? Nem tudom. De gyerekek, azért ezt megnézzétek, basszus, ez azért nem rossz grafika. Tehát főleg így a kameramozgás, ez nagyon konkrét. Ja igen, és a Witcherről azt kell elmondani, hogy csak olyan mozdulatok vannak benne, ami a való életben is van. Tehát amit meg lehet csinálni, és sokan meg is csinálják, csak persze különböző harcművészetek során. Igen, ez vagyunk mi, bár a főhősünk neve most igazán nem ugrik be. Mindjárt kiderül. Na. Kicsit hosszú az intro. Azt a rocskó, milyen 8-as van abban a kerékben, így jár. Feküdj le, minden rendben. Nem tudom merre jártál, de fő, hogy életben vagy, és itt vagy a barátaid közt. Már úgy nézel ki, aki most kert ki a sírjába. Hát ez a grafika kicsit... Hát nem olyan, mint a 2, aztán... Régen játszottam az 1-je, az igen átmegy a ezén a szekéren a fű. Az úgy nem rossz. De a ló kialakítása a gyerekek, ez nagyon szép. Itt is ugyanez a sztori megy? Itt is ugyanez a sztori, nem emlékszünk semmire. Az káros az egészségre. De ez a táj! Hát gyerekek, én beszarok, hát ez kibaszottul szép. Ne süsd el ezt a gyűrűk urást. Öcsém, és elsütötte ezt a gyűrűk urás poronzét. Szívást. Megyünk arrébb, ért, és 20 méter után eláll az eső, és süt a nap. Eddig meg villámlott dörgött, mit tudom, most meg süt a nap. Hegy másik oldalán. Ilyen, ha jól emlékszem, a Buzz Driverben volt, amikor bementünk a hegy alakulat egyik lábánál. Tavasszal, és kijöttünk télen. Segígérő hóban. Tehát azért... Az nem mindegy. Hú, ez tetszik, ez szép. Tehát azért...
Azt a rohadt élet, de milyen szépen meg van csinálva a sehely az arcám. Mit? Lehet, hogy nektek most nem ugyanolyan szép a kép, mint nálam. Leo, hozd ide Triszt. Az nem a boszorkány? Trisz... Trisztana? Lehet. A koponya az kötelező volt ott, és miért nem tudják lerúgni a tóba? A folyóba? Richard, az időtök lassan lejár. Élvezzétek ki a szépet, amíg lehet. Én nem tudom, hogy kik csinálták ennek a szinkronját. Hú, ez itt egy kicsit olyan vacak lett, de nem baj. Nem tudom, ki csinálta a szinkronját, de... De jó le! Tetszik, szimpi! Nem az a... Nem az a... Az, az a vacak, amit jó, egy... Nincs védés. Nem mondhatom elégszer. Piruett, amit mindig egy hátsó keresztvédés követ. Mindig. Alig két nap telt el, amikor ráhívtam. Neked köszönhetem a felépülésemet. Köszönöm. Emlékszel valamire? Ez a csaj második részben olyan tutin fog kinézni, hogy azt elmondani nem lehet. Arra emlékszem. Azért az a mozgás az úgy kicsit érdekesen festett. Tudom, hogy te fontos voltál nekem. Geralt, mi? Geralt, Riviair Geralt, tényleg. Na, szóval visszatérve, nem olyan, mint egy angol filmről átírt magyar szinkron, ez élethű, ez tetszik, ez jó. Hamarosan emlékezni fogsz. Az idő lassan telik, Gár Morell. Ugyanúgy telik, mint mindenhol máshol, nem? Működött! Hülye liba. Rossz, pihenj. Mit gondolsz, Geralt? Készen áll az útra? Na nézzük, jön valaki, úgy érzem. Valaki, aki igazándiból nem barát. Na nagyon gyanakszik mindenki. Egyedül van. A professzor 50 órát ígért minden korcs megölését. Ő az enyém. Szevasz. Az lassított, slow motion futás. Oké, nem kell kétszer mondanod. Meg kell tudni, hogy hol vannak a tréningbábuk. Oké, ott van mellettem. Gyerünk. Múk, kattints Balagér gombbal a kordra, hogy felvedd. Igen, kattints Balagér gombbal az ellenfeleidre támadáshoz. A piros életerő kijelző látható az ellenséges karakterek lábánál. Igen, akkor megkaptad rögzestől. Jézusom, hogy állsz te? Aha. Ez nagyon durva volt. Gyerünk. Elég érdekesen harcolunk. Se baj. Te mit csinálsz itt, édesfiam? Na igen, a harcmód az úgy néz ki, hogy mikor megjelenik ez a piros szarita az egérnél, akkor kell kattintani, és akkor úgy harcol igazániból. Igen, ahogy nézem, itt őt kell így... Csak úgy szólok, hogy... Küldetés frissült, Kaer Morhen védelme. Az igen, pengéni fogja meg a kardot. Hogy érzed magad? Jól. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák soha nem támadnák meg Kaer Morhent. Azt mi is tudjuk. Azza. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslataid közül. Ez nem tudom, mi akart lenni. Elég. Ellenőriznünk kell a többi lehetséges átjárót. A felső udvarhoz. Mindenki fut. Vál feletti kameramódban Geraltot a W azért, a kamerát az egére forgathatod, a nyomva tartod a shift, szabadon mozgathatod a kurzort. Aha, nézzük, F1, F2. Ha a Balagér gombbal a földre kattint, az Geralt oda megy a kiválasztott helyre. Van benne ilyen mód is. Ez nagyon vacak. Ez jó.
Ja, igen. Ó, igen, itt nincsen sprint. A space a játék megállítása, az mondjuk elég érdekesen fest. Oké, nézzük a kontrollt. Se kontroll, se alta, semmi. Semmi nem történik. Hát gondolom majd úton útfélre mindenki fog derülni. De maga a kialakítás, gyerekek, kurva jó. Nem kell nekik faltörőkos. Anyád. Azt látom, ilyen ez találkozni egy szemben, nagy valószínűséggel össze csinálnám magam. Hú, de szép vagy, édes fiam. Mint aki beletette a fejét egy tábortűzbe. És most nekem ezt kéne megölnöm, mert remélem nem. Eljönnek ide, készüljetek! Minek mozgatom az egeret? Még többen jönnek, betörtek a felső udvarba! Az a szemüveges a professzor. Öljétek meg! Varázsokat érzek. Egy varázsló van közöttük. Ó, ki hitte volna? Professzor. Piercingek meg ilyenek nem tűnt fel, hogy sámán. Ja, hogy ez így megy? Ezt jó tudni. Rohadnál ketté, elzárta az utamat. A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Temeriana, az egy jó hely lesz. Nem hallottam a varázslóról. Mert süket vagy. Jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod ezt a Vollát? A többi a vicserek dolga. Meg fogom próbálni. Közelednek. A rémes háska nagyon veszélyes, de érzékeny az erős zajokra. A harangok a felső udvarban. Miért van egy srácnak női hangja? Ez kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és értem. A banditákat. Leo, lép hátra. Geralt, te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. Amikor ott leszünk, Chris megállítja Savollát és az állatkáját. Mi alatt mi felkészülünk, hogy foglalkozhassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Valamit ki fogok találni. Tehát azért most már gyerekek, gyerünk, történhetne csináljuk. Valami. Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt visszavonulunk. Tetszik az ötlet. Gerált, szimpatizálok az öreggel. A toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső. Menjünk, írtsunk ki mindenkit. Ők csak banditák, bár az egyikük ismerős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Sok szerencsét, farkas. Köszönöm, professzor. Azt mondja, mini térképpel érjen. Ja igen, tehát... És akkor itt megnyomom a balegér gombot, ilyenkor elkezdi ütni, mint a hülye gyerek. Igen, itt van, hogy sokkal keményebb ellenfél leszel, ha összefűzött támadásaid. Elindítása után csak akkor kattints a balegér gomba, amikor a kurzor átváltozik lángoló kordá. És akkor olyankor egy ilyen kegyetlen, ultra mega giga brutális harcmodor lesz. Ez igazán... Hogy lehet így? Ez mi lehet? Ez milyen fajta támadás lehet? Itt jön valaki. Ahon van Eni? Igen, nincsen ilyen 5v1 meg ilyenek, itt 1v1 van. Igen, hát sajnos a harcmód egy kicsit uncsi, de elkábított az elem bal gomba végezve. Gyerekek! Oda nézzé! Kinek álltál vissza? Az ott Salamandra bandita. De figyeld, és még közben beszélgetnek is, tehát... Szíjjé vágta a torkát. Az ott milyen? Gec, levágtam a fejét! Dick! Gondolom szokás szerint visszaeszünk a Diablo effektusba, hogy nem arra megyünk, ahol egyre többen vannak, hanem mindenhol sokan vannak. És így igazándiból gondolom egy elég sokáig erről fog szólni, hogy így neki a centrifugásot játszani a karddal, és így pörög, mint a hülye gyerek.
a térkép eléggé interaktív, tehát az nagyon tetszik, hogy lépcsőtől elkezdve minden van benne jelezve. Ne fussja már így, hogy nézzél ki. Gyors stílus segítségével előzőzheted mozgékony ellenfeleket, bármikor használhatod ezt a stílust, csak rá kell kattintanod a macska ikonra, vagy meg kell nyomnod az X gombot. Aha, gondolom ez meg az erős, ez meg a gyors. Leesni nem tudunk, tehát ettől nem kell tartani. Erős stílus, igen. Igen. Mert ez elég combos ellenfél, ennél hiába vagyok mozgékony. És gyors. Esél le. Na, sítsz le. Sítsz. Ja, ilyenkor nem is tudok támadni. Az egy vagányság. Ez mi volt ez a galamnak is a... Space gomb lenyomásával be vagy kikapcsolhat az aktív szünetmódot. Használj gyors stílust. Igen, tehát itt azért erre is figyelni kell nagyon. Hogy nem mindegy, hogy melyik stílust használom. Aha, menni fog ez. Jó. Oké, gondolom, hogy erre kell jönni a más irányba. A gyerek közelebb leváglak, mint egy disznót. Ú, gyerekek, ezek a beszólások. Na. Gyerünk, futás, fussja már, hülye gyerekek, ezt sétálni. Banzai! Nem tudunk átjutni. Kövess vissza Szabolához. Ja, én azt hittem, hogy... Na gyere, Gecó! Gyere, szétszedlek, mint óvodás a pilóta kekszet, érted? Gyere, vazze! Üst! Dasisztán üst! És most mit csinálják vele? Nem tudom megmozdítani az üstöt, túl nehéz. Aparja, cicamót kell. Igen, mert ez ilyen kis gyors, ez ilyen kis puzi. Erőnk! Ah, vissza, erőmódba, ez az. Ez a harcmód, ez továbbra is nekem szokatlan. Ezt egyszerűen soha nem tudtam megszokni. Yeah! Ó, oh, milyen kemény fenyegetés volt. Elmehettél volna, amikor elmentél volna. Kihitte volna. Gondolom én, hogy erre kell jönnöm. Nekem mondod, nekem kell szétvernem a fejed késsel. Megköszönném, ha megölnéd végre. Hát, szétverem ezt addig. Akkor jöjjön a cica harcmód. Visítani fogsz. Gyerünk. Jaj, nyadj meg. Hopp, várjunk, nem most ide erőmód kell. Gyerünk. Jaj. Akkor üssük azt. Nekem nem érdekel, ha szétvered, mint... Na gyere, Gecó, gyere, akkor hősködjél nekem ide. Gyerünk, le fogsz esni a lépcsőn. Hüüüüü, milyen repült. Ahhoz, hogy kinyíljon a kapu, rá kell kattintanod a csörlőre balegér gombbal. Kattintsunk rá csörlőre balegér gombbal. Sess, nyisd ki az ajtót! Nem kaput! Testvér, ez nagyon hangos volt. Azt a véreffektust! Azért meglátszik, hogy nem egy tegnapi játék. Ez sáska, hanem az inkább egy... mutáns, gusztustalan pókra emlékeztet. Nagyon rondan elrontott pók. Ez de vagány volt. Gamehame! A francba, Geralt! Csoda, hogy életben vagy!
Szólhattál volna a lépcsőkről. Lambert és Eskel azt hitték, hogy megjavították tegnap. Mi alig ha vagyunk kőművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártoronyban rejtőznek. Nézzetek szembe az igazsággal, bicserek. Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak titeket. Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard és hórókaprém. Eljönnek. Értem a labort, és ezt te is tudod. Valaki a híres mutagényeiteket akarja. Az más. Ne bocsátkozz találgatásokba. Trissnek igaza lehet. De szép volt. Találnunk, mit akarnak. Ú, szegény gyerek. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat... Egy segédlő, ló, ezt már megtanultuk kölökkorunkban, nem? Nem engedheted be a banditákat a laborba. Igazad van, mint mindig, drágám. Geralt, te már ismered a mágusokat. Találd ki, mit akar. Leo majd vezet téged. Csak felderítés vagy? Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. El tudom intézni. Megnézzük, mi történik oda bent. Nem adok neki 3 percet. Vidd magaddal ezeket a főzeteket minden esetre. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Elmondhatom, hogy működnek. Biztosnak kell lennünk, hogy senki más nem fog bejutni. Igen, tehát vannak ilyen főzetek, amitől gyorsabbak leszünk, a macska főzettől látunk a sötétben, fecske főzet gyógyít, mit tudom én, azt mondja, hogy ez így gombot. Így néz ki a szettünk, van egy rozsdás kardunk, sebzés mínusz 30%. Az nem jó. Itt a villám főzet, megnöveni a sebzést, el lehet érni, tehát nem tudok védekezni tőle. Meg itt van a fecske főzet, felgyorsítja az életerő regenerációt. Napló, térkép, rendszer. Nagyon vagány, nagyon vagány. Az irányítása továbbra is egy kicsit olyan késő. Tehát úgy nyomom a gombot is van, amikor nem megy arra. Készen állsz, Geralt? Lehet velük beszélgetni. Ez az első igazi küzdelmed? Nem, de embert még nem öltem. Maradj közel hozzám. Gyerünk befelé! Geralt, várj! Mi történt? Valami erős lehet odabent. Idd meg a villámitalt, amit Veszemír adott neked. Jó van, örüljél, megiszom azt a rohadt villámfőzetet. Jobb ögérgombból használd. Jó, meg tudhatsz, én azt D-vel olvastam, de mindegy. Vidd az ikonok fölé a kurzort, így több infót meg tudhatsz. Ilyen töltési képernyő. Gyerekek, ez rohadtul szép. Ez mint egy ősi festmény, komolyan mondom. Hát akkor még tudtak ugye rajzolni. Nem úgy, mint most. Piros kocka mellett egy kék háromszög, meg egy sárga kör, és gyerekek, 3 milliárd dolláros kép. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnem a mai edzésen. Megütötted Lambertet? Gyakoroltunk, mikor eljött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomran ütöttem. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Végén még lesz belőled vizes 8-as. Új napló bejegyzés, karakterek Leo. A Valve feletti kameramódban 2-szer nyom meg az egyik iránygombot, így kitérsz ellenségeid elől. Minek akarnék én védekezni? Nem tökéletes vagyok, hogy ezt elmondani nem lehet. Na gyere, tesó, gyere, gyere! Ja, Hajime! Hoppá, figyelj, miért ugrottam, hoppá, hoppá! Menni fogok, gyerünk, még egy kicsit! De figyelj, de legalább, hogyha eltalálod, akkor az nekem egy pozitív dolog lenne. Kisebb volt neki a hősködni, basszus. Menjél már! Hát mi szemel. Merre megyünk? Az irányítás nagyon fura.
Csoportos stílus segítségével legyőzheted a csapatba verődött gyenge ellenfeleket, bármikor kiválasztottad ezt a stílust, csak kattints a griff. Griffikonra. Nyom meg a C-gombot. Oda néz! Az egy nagyon konkrét kombó volt. Ilyen tuti baszó kombó. Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Menjünk. És ezt miért mondod úgy, mint hogyha bűnös lennék, hogy én oda megyek a Witcher laboratóriumba? Na mindegy. Mindegy, ó, 3 óra. Az energia, amit az elemek köréből vontál ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a vicsereket. Panaszkodtál, hogy szavolláé lesz az összes, és neked egyet se hagy. A fehér farkas látványa keltett benned félelmet. Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott vicser egy ismert gyilkos. Leo, szívesen megküzdök vele. Leo itt fog meghalni. Az idő a legfontosabb. Uralom az elemek körének erejét. Nem jelentenek veszélyt. Visszadolgozni. 15 percen belül készen akarom látni a tegényeket. A vicserek ne zaklassanak minket. Elvágták az utunkat. A mágikus. Nem majd megoldjuk. Elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Kirabolnak minket. Geralt, tisztítsd meg az utat. A jelet használd. Jel? Az árd. Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujja. Varázsold az árdot a törmelékre. Nem emlékszem a jelekre. Menjünk az elemek köréhez, amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Ezt a gyerekek rabolnak ki minket, mint az állat, de azért menjünk-e tanulni? Menjünk, tanuljunk, merre megyünk. Tök fura, hogy nem lehet futni, nem lehet sprintelni, mert alapból végig fut. Kerüld már ki. Kripta. Kattints Balegér gombbal az elementális kőre, ha meg akarsz tanulni egy jelet. Sikerült. Oda mentem egy kőhöz. Nagyon jól megyek oda a kőhöz. Menjünk vissza, mielőtt Lambert egymaga megöli a rémsáskát. Az ardja elteletének egy kicsit lelkéhos hullám megtisztítja. Igen, hogy használom? Az nem volt benne. Nem mondja. Ja, hogy jobb eger gomba. Aha. Aha, tehát nem szabad túltölteni, mert akkor nem süti el. Értem. Jó, tehát akkor most már tudjuk, hogy a Balegér gomb az kard, a jobb eger gomb pedig ard. Ez a blokk is hullám. Jedi erő. Jedi erő lehet egy Witchernek. Pong, már megy elő a lézerkard mindjárt. Meg mivel úgyis farkas a nevem, úgyhogy... A banditák a labort keresték. A mágus az elemek körét használta, hogy egy mágikus gátfalat hozhasson létre. A mindenit ti sosem nőttök fel. Miért nem említetted a kört? Triss, gyermekem. Ez nem tűnt fontosnak. A mágus kapcsolódott a körhöz, hogy létrehozhasson egy olyan portált, amin keresztül bárhová utazhat és bárhová magával viheti a felszereléseteket. Hibát követtünk el, de azt mondtad, hogy a mágus ártalmatlan. Azt mondtam, nem ismertem. Azt hiszem, most mindenek előtt a labort kellene védenünk. Ne pánikolj, Merigold. Tudjuk, hogy látni szeretnéd a mi Witcher titkainkat. Nem fogok kezeskedni magamért, ha ez az idióta nem fogja be. Elég legyen, Lambert, ne gyötörd Trisst. Mutasd némi tiszteletet. Triss, ha mi a laborhoz megyünk, ők körül fognak venni minket. Mi ismerjük a taktikákat. Talán szét kellene válnunk. Geraltnak igaza van. Meg kell ölnünk a rémsáskát, és védenünk kell a labort. Ehhez szét kell válnunk. Ki merre lesz?
Én lemegyek. Csak én törhetem át a gátfalat. Beszemír. Én maradok és elbánok a rémsáskával és Szavollával. Te, Geralt, mindkettőnknek szüksége lehet a segítségedre. Menjünk Trisszel. Én Trisszel megyek. Én is! Eszkel és Lambert velem marad. Szavolla varázsolt. Valami történik. Kühütte a vóra. Föld megremeg, érzel? Áttörnek! Nem, bocs, csak a gyomrom korgott. Könyörgöm. Na? Jó napot kívánok, uram! Inni? Ó, ötletem lett, hogyan tudjuk legyőzni a rémsáskát. Ja, de nem, azt ők túlhajkodnak vele. Jó, akkor nekem nem kell ezen aggódnom. Beválik-e a tervem, vagy sem. Igazán olyanra gondoltam, mivel emlékszem, mondták, hogy allergiás a magas hangokra. Akkor arddal oda menni, és így tong, belenyomni egyet az üstbe, és akkor... Vagy karddal oda csapni, mert akkor meg kicsorgó, nem? Kemény küzdelem vár ránk. Vedd el ezt a fejlődőt, hogy bagolnak hívnak. Ez rosszul kezdődik. Ez helyreállítja az állóképességedet. Nagyon hasznos lehet, amikor mágusokkal harcolsz. Nem kellett volna adnia valamit? Na jó, nézzük, rőt bagoly. Jelentősen felgyorsítja az állóképesség regenerációját. De akkor lódulj már meg az égágyon ketté. Ne veszítsünk több időt. Bazd meg. Teleportálás. Nem mehetsz tovább, fehér ember. Megidézek egy hatalmas démont, aki darabokra szed. Figyelj, a látványvilágból szerintem a balrogot fogja megidézni. Lefoglaljuk őt és csatlakozunk hozzád, mielőtt áttöröd az akadályt. Nem, ezt nem csak ti nem hallottátok, én sem. Ez szerintem égek. Szerintem ez fáj nekem. De jó gombondod az Isten ágyon ketté. Gyere! Széttéplek, mint a oldási pilóta kekszett. Ojjaj, ez miért érzem ezt a fejlőt? Gyerünk, testvér! Üsd vagy, nem anyád! Üssed már az Isten ágyon ketté! Ez az... Gyerünk, venni fog! Szóval megint eltűnt. Ez az, gyerünk! Sikerült megölni. Laborba kell mennem. A labor felé tartanak. Honnan tudod? Mi van azzal a szörnyel az emeleten? Segíteni akartam, de nem tudtam áttörni azon a különös körön. Szavolla fűbe harapott. Ez az, ami számít. Be kell jutnunk a laborba. Gyerünk. Jó, és hol a labor? Erre. Gondolom én, hogy erre... Ja igen, itt van lent. Igen. Ó, de nézzél, Triss itt van szétszedve. Kihozták a labort.
város egyik kulcs. Siess! Aha. Igen, és mivel nem lehet ugrani, vagy bármi ilyesmi, ezek a piros pöttyök, nem tudom. Mivel nem lehet ugrani, ezért nem csinálhatom azt, hogy jó, leugrok. Lényegesen egyszerűbb lenne, de... El nem tudom. Ott egyébként mit csinálva? Mit csinálnak? Az ott egy ember? El nem tudom. Senki nem látja itt az őröket, ahogy a kard kint van félig, ja, hogy ezek mi vagyunk. Három és fél kilométernyi kéztörlő. Uzsonnás doboz. Olyan szép, míg a McDonald's-ba se kapsz ilyet, pardon. Professzor, intézd el azokat a vicsereket. Ez a mozdulat, ez így a Prince of Persia-ból emlékeztet. Azt hallottam, a vicserek képesek a nyilat reptükbe kivédeni. Tényleg? Miben lelövi a gyereket? Mondtam, hogy megöli a gyereket. Egy újabb mindig. Jaj. Tudtam, hogy a gyerek megdöglük. Ebbe biztos voltam. Mi történt? Összetört bordák, átszúrt tüdő. Hallom. Fehér Raffard főzetére van szüksége. Tarts ki, Leo! Itt volt. Nem találom. Veszemír. Leo halott. It's dead. Hogy? Megtámadta a professzort. Elkéstem. Ez nem a te hibád, Geralt. Mi mindannyian hibásak vagyunk. Trisznek alig sikerült. Ha velünk harcol... Rossz idők járnak a vicserekre. És valami assúgja, ez csak egyre rosszabb lesz. Fent már biztonságos? Viszonylag. Néhány haramia van még fent, de majd később foglalkozunk velük. Törjenek, zúzzanak. Váratnak tűnsz. Szeretném, ha pihennél. Én őrködöm és őrzöm a testet. Ha Balagér gombor rákattintasz a meditáció ikonjára a dialógusban, akkor belépsz a meditáció módba. Az, na végre megkaptuk. Egy kicsit pihenek, aztán felkészülök. Oké, meditálásmód. Itt 5 óra. 5 órát azt mondták, az általában jól szokott esni. Bár ahogy elnézem, nem, nincs rá szükség. Nem, mi abszolút nincs rá szükségünk. Ez mi? Tesó, ez gomba. Ez kell itt járt. Viszont még eszméletlen, de stabil. Ez remek. Ja, fél. Elhagyjuk Kaer Morhent, farkas. Semmi nem köt minket ide. Értem. Örök búcsút kell vennünk Leótól, de várjuk meg Triszt, hogy felépüljön. Értem. Igen, be kell fejeznünk a dolgokat. De először készítenünk kell egy gyógyító főzetet Trisznek. Hozzávalókat kellene keresni. Semmi hasznosat nem hagytak itt. Hogy kell elkészítenem a főzetet? Lambert majd odaadja neked a formulát. Keresd őt a kandallónál. A mi bátor varázslónőnkkel van. Lambert? Nem gyűlöli őt? Bűntudatot érez, azt hiszem. Az első dolog, ami Triss hallani fog, amikor felébred, végre ébren vagy Marigold. Ez Lambert. Lássunk munkához. Ki hitte volna, hogy ő mondja. Később meg fogom tanítani neked, hogyan lehet szörnyekből hozzávalókat kinyerni.
A főcsarnokban leszek. Nagyon jó nekem. Nézzük a naplót. Aha, jönnek itt a... receptek, ez kell nekem. Fecske azt mondja, hogy kell egy kékét, zöld, egy lila, úristen. Főzet egy adag vitriol, egy adag éter, két adag rebész, és egy jó minőségű alkohol. Az derék. És mindegyiknek elég magas a mérgezés szintje. Nem, ennek a kettőnek közepes, bocsánat. Villámfőzet. Ja, hogy ez itt, ez a zöld, ez a mérgezés? Ilyenkor nem tudunk menni. Napló, hős, térkép. Nézzük itt a térkép, ilyen hogyan mehetett. Szög 90 fok, következmény leütés, állóképesség költség 15. Esetlen Witcher vagyok még. Még nincsen ezem. Acélkard, ezüstkard. És akkor itt, hogy nézem, hogy minél följebb megy, annál erősebb. Ez szimpatikus. Most meg kéne keresnem a kandallót. Ja, gondolom ez a piros cucc, ez még mindig ezének a hatása. Annak a főzetnek. Megkérdezzétek, nem tudom merre megyek. Azt mondták, menjek a kandallóhoz, mert hogy ott kell megkeresnem valakit, de... meg nem mondom most így hirtelen ennyiben egy-két. Autómentés, ez egy pozitív dolog. Elnézést, szomjan halok, nem meleg van. Naturahalma... ja nem, ez málna. Mindegy, akkor naturmálna, ná. Kandalló? Csak nincsenek olyan hülyek, hogy az emeletre építenek egy kandallót. Itt van Lambert. Azzal is beszélnem kellett. Valami nem stimmel? Készítenem kell egy főzetet Trisznek. Találsz egy fehér sirályfiolát az első emeleten a fegyverraktárban. Kösz. Az első emeleti hálószobában fogsz találni egy kalcium ekumot. Úgy néz ki, mint egy fehér kő. A ládában keresd. Találd meg a haramiákat, és végezz velük. Amögött az ajtó mögött egy lépcső van. Én mennék, de Marigold eszméletlenül fekszik a tűznél. Hol találok alkoholt? A fehér sirályt az első emeleti fegyverraktárban találom. A szoba tele van fegyverekkel. Tetszik. Viszlát. Ebbe gyűjtsd össze szükséges összetevőket. Főzetet kell adnunk Trisznek, jó? Ide fent kellene, hogy legyenek ezek a banditák. Na nehogy ne szorakozz el, hogy azon nem tudsz főmenni. Minden jel használata a csökken grátáró képessége, melyet a sárga csík mutat. Na mindegy, akkor nem erre, de azt tudom, hogy az elsőre kell főmenni. A következő kérdés, hogy akkor viszont hol azt van. Lehet, hogy erre. De az is csirke. Mit csinál vele? Ó!
chicken. Oh, Dewey? Erre is van egy főjelet. Gyere! Ja nem, egy a cicamót kell. Súmat jö, hagyj be, gamelme. Jó van, most már nem kell a hiszti, de kell a hiszti. Gyerünk testvér, szetszíni. Biztos jól esett. Gondolom ők voltak a két őr. Minek kell mindenhez ilyen töltési idő? Cicamód! Gyerünk! Hagyj be! És elméletileg tényleg azt mondják, hogy ezeket... Au! Anya, szeret? Hülye gyerek, hát kéne! De az az egyetlen negatívum, hogy igazándiból... Ha így harcolunk, akkor sértetlenül meg tudjuk úszni dolgokat. Meg se kérdezem, nézzünk el erre. Azt mondta, hogy cuccot itt a ládában keressük. Azonosítatlan főzet? Nem biztos, hogy jó ötlet meginni. De basszus, itt több láda is van, nem? Kövés esélyt látok rá, hogy ez a fegyver raktár lenne. Mert nem tud főmászni egy rohadt lépcsőn. Pipi! A láda. Palackozott víz. Élező, az viszont nekem jól jön. Kicsit jobb a bökő, az már nekem szimpi. Na gyere, lássuk, mit tudunk. Nem volt a veszély, ne aggódj. Jó, hogy ez itt ez a... Aha, értem. Cicamód. Kikapcsolhatod a sorozatok visszajelző információt, túl gyors, túl lassú, stb. Beállítások képernyő. Én örülök neki, hogyha egyelőre még pofázott, hogy mit kell tennem. Na basszus. A boci múzik. Kimúltak a banditák, gondolom ez lesz itt de láda. Rémsáska. Aha. Gyenge alkohol. Vitriol és rubedró. Fecskefőzet. Megtaláltam az ásványt. Fiókos szekrény. Nézzük, van-e benne valami. Palackozott víz. Szittyó. De ezek csak tekercsek. És hol van az a fegyverraktár, amiről beszélt nekem? Amely úgy tele van fegyverrel. Van egy, azaz egy darab töröm. 5-10-ig. Ez lenne a hatalmas fegyverraktár? Aha.
Beszélni kellene Lambert-tel. Jó, hát menjünk le. Most már van boltám, hogy eléggé hülyén cipelek, hogy így lóg le. Pipi. Maradványok. Pénz. Pénz mindig kell. Nem erre. Földszint. Erre kell menni. És akkor most játszunk alkimistát. Aha. Aha. Értem. Meditálás hét óra. Hibátlan. Lambert, te büdös személy, gyere ide! Gyere, most széttépl a köcsön, mint óvodás a pilóta kekszet. Készülve. Micsoda veszteség. Le fogjuk vadászni őket, és megbosszuljuk Leót. Nagyon jók vagyunk. Kész. Megvannak az összetevők. Már biztonságos odafenn. Rendben, de még szükséged van pár dologra a főzethez. Na ne szorakozz el velem. Egy kis vadállatkarma és egy kis fecskefű. Veszemir el fogja mondani, hol találod őket. Most meg foglak tanítani a formulára. Egy kihívás. Újabb martalócokat találtam fent, de... Értettem, ők nem jelenthetnek problémát. Lambertet azonban elkapta a rémsáska, de semmi komoly. Jó, hogy Triss után mentél és lefoglaltad azt a mágust. Még meg tudott menteni néhány felszerelést, de a legfontosabbak eltűntek. A szép varázslónőnknek igaza volt, tudom. Fogadd el ezt a páncélt és kardot. Neked tartogattam őket. Bármikor. Lambert ideadta a formulát. Kell lennie nálad fehér sirálynak és kalcium equumnak. Mi a következő? Szükséged lesz fecskefűre. Vedd el az enyémet. Valamint okay. Egy szörnykarmára, olyanra, mint a rémsáskáé. Hogy megnyúzz egy teremtményt, vígy egy éles kést, és vágd végig a törzsnél. Aztán nyúzd meg a rémsáskát a felső udvarban, aztán pihenj le a tűznél, miközben a főzet készül. Mi van? Én nem ezt kell nekem, küldetések. Azt kell. Meg kell szereznem a rémsáska karmát, meg kell tudni, hogy merre van. Yeah. Köszi. Ha. Udvar kijárata. Most itt nem megyek az oszlopnál is. Ó, udvar bejárat. Tészta ügyék vagyunk, gyerekek. Tetszik a játék, nagyon szimpatikus. Bocsánat, hogy egy kicsit csöndes voltam, csak igazándiból úgy jó erre odafigyelni. Nekem baromira bejön. Ez nem kell hozzáfűzni semmit, komolyan. Istenem. Naturalma. A legjobb. Jól tudom, valahol errefelé kéne lennie. Nem, itt van. Igen. Aha. Rémcseska szem és korom.
Igen, tudtam. Most gondolom visszük ide bennem. Meg kell találnom Veszemért, és el kell készítenem a főzetet. Jó, hát akkor menjünk Veszemérhez. Gyerekek, de rohadtul meleg van. Adjátok az erőt, mint a Budapest tévén. Tessék így engem legyezni, mert nagyon melegem van. Ma ideig hallom, hogy ropog a tűz, vagy ez itt volt, hát hol? Veszemér. Igen? Nem. Mi történik, ha elrontom a hozzávalókat? Többet kell majd találnod. Hol? A karom és a fecske fű meg lesz. Eszkelnél van még alkohol, és találhatsz még kalciumot a Triss szobájában lévő ládában. Hozd el, amint tudod. Az összes hozzávaló megvan. Jó, most pihenj és készítsd el az italt a formula szerint. Na nézzük. Viszlát. Azt hiszem, azt meditáció módnál kell csinálnom. Igen. Napló, hős, térkép, tárgylista. Hogy nyitom meg az alkimiát? Ah, értem. Igen. Triss orvosságának a receptje. Oké. Mi nincs meg? Kalcium ekum. Oké. Mediterrás alkonyatig? Nem, mediterrás délig. Így hibátlan, most nekem mennünk Trisshez. Hol a pokolban van Triss? Nekem a varázslónél szobájában van a felső emeleten. Jó, és oda hogy is jutottam fel? Hát volt valami más. Másik út volt, nem? Az Istenit. Igen, erre nem tudtam menni. Arra még nem volt semmi. Futi, igen, erre jöttünk. Konyha, és a konyhán át jöttem el erre, igen, és itt van. Gyerünk, Tibi! Futi! Becsém is nem mer átugrani. Lépcső Triss szobájához, ez kell nekem. Menjünk kukolni. Rohadt élet. Hát én most szarom le a bokámat, gyerekek, ez rohadtul szép. Azt a tükröződést, na ebbe mindent beleadtak. Remélem, ez az ital segít. Rettenetes. Azt álmodtam, hogy Lambert velem volt. Az
Ne merj meghalni nekem, Marigold, és önfejű boszorkány vagy, aki mindent jobban tud. Annyira örülök, hogy látlak téged. Miért nevetsz? Örülök, hogy jobban érzed magad. Látszik, nézd az arcán, hogy nevet. De van egy olyan érzésem, hogy nem jövünk vissza. Miért nevetsz? Soha többet. Örülök, hogy látlak. Még itt velem. Gondolom, mi... Annyira örülök, hogy itt vagy. Amikor megláttalak téged, az érzéseim, amiket megpróbáltam megtagadni, visszatértek. Erősebbek, mint valaha. Triss, nem vitathatom a múltat. Persze. Nem kellene nyomást gyakorolnom rá. Csak én így érzek. Az erők... Úgy viselkedem, mint egy tinédzser. Hát akkor tetszét a lábad. Veszemír elmondta nekem, hogy mi történt. Csalódást okoztam nektek. Bocsáss meg. Ez nem a te hibát, te segítettél minket, nincs mit megbocsátani. Amit akkor éreztem, amit megtudtam, nehéz bármilyen. Nincs mit megbocsátani. Amit akkor éreztem, amikor megtudtam, hogy életben vagy, nehéz bármihez hasonlítani. Kivéve talán ahhoz, amit akkor érzek, ha rád nézek. Annyira direkt akkor fordul el, tehát azért. Lássuk, hogy a legjobb ágy Gaer Morhenben kibére minket. Tényleg tinédzser. Hopp, már szét is van téve az ember lába. Tessék, annyi volt. Na ez a kép, ez mindent visz. Ó, oh, Geralt, örülök, mint mindig. Mint mindig? Te nem emlékszel? Sajnos. Hogy végződött a harc? Betörtek a laborba, megölték Leót, ellopták a mutagénjeiket és elmenekültek. És most megdugtalak. Szegény Veszemír. Egy másik párt fogadja és idő előtt meg. Elhalasztottuk a temetést, amíg felébredsz. A mutagének. Elvesztésük katasztrofálisnak bizonyulhat. Ne veszítsünk több időt. Kinek ismerős? Na, ez mondjuk egy... állítani a memóriámat. Ez mondjuk nem lenne egy rossz kérdés. Meg kellene vizsgálnom téged. Jó esély van rá, hogy a memóriád visszatér magát. Mennyi az esélye? Lehet, hogy segítene, ha tudnám, mi okozta a memória vesztésedet. Nos, nincs most idő erre. Mehetünk? Oké. Igen. Nem kellene megvárakoztatnunk Veszemírt. Milyen lelkesedésem mondta. Igen. Na jó van, szerintem megvárom még ezt a részt, aztán ennyi volt. Ennyi volt a munka mára. Én is kezdek el fáradni. Basszus, több mint egy órás a videó, és szerintem semmi nem fért bele. Azt hittem már ilyen viking megoldás, de nem rájöttem, hogy csillagok háborúja. Most még ilyen gyűrűgulát lehetne belerakni, amikor a királyt próbálta meg égetni magát. Jöttek ezek a banditák. Ha együtt indulnánk, magunkra vonnánk a figyelmet. Ha szétoszlunk, több területet bejárhatunk egyszerre. Nyugatra indulok. Ismerek arra pár embert, és jobban szeretem a tengerpartra. Én keletre megyek, kedvemben. Ha csak nincs valakinek ellenvetése. Menj el kedvedre. Erre kell mennem. Délre, Temeriába. Foltest király tartozik neked egy szívességgel. Nemrég leszettél egy átkot a lányáról. Lehet, hogy ott rábukkansz a banditák nyomára. És te, Triss? Megteszek mindent, hogy rábukkanjak a banditák nyomára. Ha bármit megtudok, szólok Geraltnak. De csak azért, mert már szét volt téve a lába. Az... tesósan. Összegyűjtöm az információkat és megkereslek Vizinával. De ilyen jó neve van. Nem Geralt. Nem szeretek búcsúzkodni. Még elsírnám magam is az a
Kus. Ne ölesd meg magad, Gerált. Nem tudnád is. Hamarosan találkozunk. Nem öletem meg magam. Megöllek. Viszlát, Triss. Miért nem csinált nekem is egy portot? Na, gyerekek, ennyi elég volt most. Na, nekem ez baromira tetszik. Erről még tutira fogok csinálni. Lehet, hogy holnap, vagy hónap után, vagy, még a héten úgyis csinálok róla videót. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek. És köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok végig. Szerintem egy nagyon jó játék volt, és megpróbálom majd egy kicsit érdekesebben előadni. Úgyhogy... igazándiból nincs is más. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint, hogyha eddig nem tettétek, megiratkozzatok fel a csatornámra. Ha esetleg megmutatjátok másnak is, azt én kifejezetten megköszönöm. Már nincs messze. Hamarosan odaérünk. Oda lett a fű. Fázom. Hozunk neked meleg tejet és mitlet. Szeretni fogok. Igen, köszönöm, Caroline. Mit csinálnak azok a kutyák? Kutyák? Anya, a kutyák! Ne nézz oda, de fáj! Esznek. Ali, csináld azt, amit mondtam. Ez nagyon fontos. Rohanj a fogadóba, amilyen gyorsan csak tudsz. És ne nézz vissza. Értettem? Ezek ördögi kutyák! Fuss! Fuss, Forrest! Fuss! Oh, Tibi! Ilyen kutyák kezdenének el üldözni. Tudjátok... Mi a fene? Zárd be a kaput gyorsan! A bestia! A bestia támad! Szólaltasd meg a vészjelzőt! Das ist die Bestie. Ilyen ez a popszakma. Gerált, kint van egy nő, a kutyák széttépik, segíts rajta! Segítség! Ne nyisd ki a kaput! Azok a kutyák életveszélyesek! Szörnyetegek vagytok! Álljatok hátrébb! Majd én megmentem. Ne menj ki egyedül! Mind meghalunk! Na jó. Gyerekek, nekem ez most így éppen elég volt első nekifutásra. Vannak autómentések, most itt ezt inkább így elmentem. Pont. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek. Nem búcsúszkodok még egyszer. Tényleg, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tettétek, meg iratkozzatok föl, úgyhogy igazániból szerintem mára ennyi éppen elég volt, hogy köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Sziasztok! Apropó jut eszembe, mert még az nem olyan biztos, de ha minden jól megy, akkor lehet, hogy hamarabb tudok ilyen videót csinálni újra, mint gondolnám. És ez nekem csak jó lenne. Ó, basszus.